Bár a mozdulatok még darabosak és a gyorsasággal is van magunk még gondok, de az elmúlt egy év munkája jól lemérhető a Tolnamegyei Szakképzési Centrumban működő katonai kadétosztály tagjain. Az iskolai képzés része, hogy a hagyományosan magyar és ezen belül katonai sportként számon tartott öttusa minden elemével megismerkedjenek a tanulók. A 9-eseknek a pengeforgatás rejtelmeibe kellett elmerülniük. A katonai öttusa, amiről beszélünk, az végigkísér a mindennapjaikat. A 9. évfolyam a vívással ismerkedik, a 10. évfolyamosok úsznak, illetve a 11. évfolyamosok lovagolnak. Nyilván a lövészet és a futás az végigkíséri a képzésnek a teljes időszakát. Azt gondolom, hogy ezeknek a tanulóknak nagyon sok olyan képesség kell, ami a hivatásuk, a pályájuk során majd az ő boldogulásukat fogja eredményezni. Az egyik ilyen képesség nyilván a fizikai állóképesség, illetve az a mozgás koordináció, amihez a vívás nagyban hozzá tud járulni. Ez egy nagyon kemény és nagyon komoly sport, ugye most már gyakorlatilag a tanév folyamán végig kísérte őket a heti vívás foglalkozás, és most jutottak el odáig, hogy már lehet velük versenyt csinálni, már lehet velük igazi asszókat vívni. A képzés vezetője Garai Előd, a Szekszárdi Kórház Sportklub vívószakosztályának vezetőedzője, aki minden héten erre a mozgásformára késztette a leendő katonákat. Természetesen ez egy másik műfaj, mint az egyesületen belüli munka. Ez a kadétosztály igazából a jó pár évvel ezelőtt, hogy már elindult, az a tapasztalat, hogy gyakorlatilag a gyerekek egy részét meg lehet fogni, meg lehet érinteni ezzel a sporttal, másik részét nyilván kevésbé. Ez egy szakköri foglalkozás, amin keretén belül a vívásnak az alapjait oktatjuk. Itt a szabályok, az alapszabályok, a lépések kezdésével szeptember-októberben, amikor elkezdjük ezt a munkát, decemberig körülbelül eljutunk arra a részre, amikor már fel tudnak öltözni és tudnak egymással vívni. És aztán így a tavasz időszakra már ugye asszó jelleggel egymásnak esetnek a fiatalok. Némelyikük elég jól belejön és élvezi ezt a sportot, némelyik pedig hát nyilván kis távol marad ettől, idegenkedik ettől a műfajtól. Az egy év alatt odáig jutottak a kiskatonák, hogy néhány asszó szemre is tetszetős csatát hozott. Azt nem állítjuk, hogy a kötelező feladaton túl bárkiből igazolt versenyző vált volna, de az kétségtelen, hogy a sportág művelésének legfontosabb lépéseivel ez alatt az egy esztendő alatt tisztába lettek a katonai osztály tagjai.